Tavaly decemberben alakult meg a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amelynek mintegy 250 000 aktív tagja van. A szövetség 3 különálló szervezetből jött létre, célja pedig, hogy a korábbiaknál hatékonyabban képviselje a munkáltatók és a munkavállalók érdekeit. Pataki Péter, a szervezeti szövetség elnöke szerint a szakszervezet legfontosabb feladata most a bértárgyalások felgyorsítása és lezárása. Ez egy 3,5%-os keresetfejlesztést jelentene az embereknek, nyilvánvalóan a munkavállalóknak ez fontos. Itt kemény tárgyalásokra kell készülnünk a munkáltatókkal. Aztán van ennek egy külön része, ami a közszférát, a közszolgáltatást illeti. Hát ott bizony el vagyunk maradva, ott különböző akciókra készülünk, például a közalkalmazottak, köztisztviselők érdekében, vagy a szociális területen dolgozók érdekében. Itt különböző megmozdulások is lesznek a tárgyalások mellett. Pataki Péter szerint elsősorban azt kell elérni, hogy a magyar munkavállalóknak jobb legyen, és a közvélemény ne értékelje le a magyarok munkáját. Ez segítheti az az együttműködés, amely évek óta fennáll a Magyar és Osztrák Szakszervezeti Szövetség között. Az együttműködés egyik fő projektje a Jövő a határtérségben, amelyben burgerlandi és nyugat-magyarországi munkavállalók kapnak tájékoztatást a magyar és az osztrák munkavállalási jog feltételeiről. A 6 éve működő projektnek köszönhetően több kiadvány is készült, amelyben leírták a munkavállalók egészségügyi, munkavédelmi és továbbképzési lehetőségeit. A projekt segítségével emellett csaknem 800 munkavállaló szerezhetett felsőfokú szakképesítést.